Jó estét kívánok a Bajai Televízió nézőinek. A következő percekben Zsigó Róbert polgármester úrral fogunk beszélgetni többféle témáról is, mert hát most már a nyár a végéhez közeledik, az időjárás ezt nem akarja még elfogadni, sajnos, de előbb-utóbb kénytelen lesz. Sajnos jövő héten iskola van. Jövő héten iskola van. Viszont ezen a nyáron történt néhány olyan dolog, ami én azt hiszem, hogy jó néhány évre meghatározza Bajának a jövőjét. Az egyik ilyen dolog volt az, ami talán az egyik legfontosabb vagy legnagyobb jelentőségű hír, az, hogy egy igen nagy összeget sikerült pályázaton elnyerni Bajai fejlesztésre. 1,6 milliárd forintot. Ez egy nagyon komoly összeg. Mire lehet ezt elkölteni? Sok szeretettel köszöntöm én is a Bajai Televízió nézőit. Igen, ez egy nagy küzdelem volt, és egy nagy projektet sikerült elnyerni. Ezt az 1,6 milliárd forintot és turisztikai fejlesztésre tudjuk fordítani. És sokszor beszéltünk már arról, meg is egyeztünk abban, hogy Baja városának az egyik kitörési pontja, több tekintetben gazdasági szempontból is, a munkalehetőség szempontjából is az a turizmus. És régóta beszélünk már arról is, több cikluson keresztül, hogy ennek az infrastruktúráját mindenképpen fejleszteni kéne. Nagy küzdelem volt, nagyon sok pályázat volt beadva, ugye ezek kiemelt turisztikai projektek, amelyeket támogatott a kormány, és végül is sikerült Bács-Kiskun megyeiből egyedüliként nekünk ezen nyerni 1,6 milliárd forintot, de ennek több része van. Az egyik része, hogy ugye az önkormányzat az egyik közművelődési szinterét, a Petőfi-szigeten a volt úttörőházat, egy ifjúsági házat kénytelenek voltunk bezárni, hiszen megépült a kultúrpalota, nem tudtunk ennyi közművelődési szinteret fönntartani, és hát adódott egyenesen a kérdés, hogy mit kezdjünk vele. Elnézést, mert a Petőfi-sziget az mindenféle tekintetben stratégiai hely. Ennek a pályázatnak a keretében itt egy ilyen turisztikai központot alakítunk ki a volt úttörőház, ifjúsági ház átalakítására, ami háttérintézménye lehet a Halfőző Fesztiválnak, fogadóhelye is lehet, és a turizmust ki tudja szolgálni. De például ennek a pályázatnak a keretében nagyon régóta húzódik már az a kívánalom, az a vágy, az az igény, hogy a Petőfi-sziget és a Nagypandúr-sziget között épüljön egy híd. Ennek a pályázatnak a keretében egy gyalogos és kerékpáros híd épülhet a Petőfi-sziget és a Nagypandúr-sziget között. Ugye a Nagypandúr-szigetnek ez a csücske is itt van a belvárosban, mégse tudtuk használni, és csak körbe lehetett megközelíteni. Szerepel a Nagypandúr-szigeten egy ilyen ökoturisztikai bázis kialakítása, látogatópark a gemenc értékeinek bemutatásával, főzőhelyekkel, kilátóval és még sok mindennel, és szerepel ebben a pályázaton kerékpárutak fejlesztése. Tehát azt próbáljuk, ezt az infrastruktúrális hátteret próbáljuk megteremteni, a kerékpáros turizmusnak próbálunk az infrastruktúráját fejleszteni. És azt gondolom, hogy ez az 1,6 milliárd forint, ami nagy összeg, gyakorlatilag a kórházfejlesztésen kívül nem is nyertünk ilyen nagy összeget régóta. Én azt gondolom, hogy ez mind-mind hasznosulni fog, és szerepet játszik abban, hogy Baját jobban megismerjék, abban, hogy jobban ki tudjuk használni az idegenforgalmi lehetőségeinket, a természeti adottságainkat, és meggyőződésem, hogy a munkahelyteremtésben is hasznos lesz. Ugye az idei év úgy tűnik, hogy eléggé meghatározó jelentőségű a bajai turizmus szempontjából, és hát ugye egész Bajának a szempontjából sikerült befejezni a belvárosi rekonstrukciót, ami szintén ugye hát egy turista látványosság, azon kívül egy szuperprodukció is nagy siker volt Baján, a Miss Saigonra gondolunk, és hát nem utolsó sorban az 1,6 milliárd forint. Hát ugye a belváros rekonstrukciójának tegnap volt a projektzáró rendezvénye. Az átadás az június 27-én, ha jól emlékszem, vagy 28-án. Ez egy nagyon fontos projekt volt. Ugye sok nehézséggel küzdöttünk. Már a megvalósítás közben kellett műszaki paramétereken változtatni, mert nagyon ritkán szoktak engedélyezni az irányító hatóságnál, nekünk engedélyezték. Teljesen természetes volt, hogy mivel a Sétáló utcában, a Bartók Béla utcában a közműveket ki kellett cserélni, meg kellett nézni, ezért föl volt turva az üzlet tulajdonosoknak, illetve az ott lakóknak, a belvárosban látogatóknak, ez sok kellemetlenséggel járt. Akkor is azt mondtuk, hogy reményeink szerint, hogyha megújul a belváros, akkor nagyobb forgalom lesz, és ezeknek az üzleteknek, vendéglátóhelyeknek is nagyobb forgalom. És én azt gondolom, hogy ezt beismerik most már az üzlet tulajdonosok is, hogy igazunk lett, hiszen hogyha valaki nem csak akkor
akkor, amikor a Miss Saigont van a Szentháromsége terén, egyébként egy átlagos, idézőjelben átlagos hétvégén vagy hétköznap is, látja, hogy nagyon sokan vették birtokba a belvárost, a Tóth Kálmán teret, a Sétáló utcát, vadódi közösségi terek kialakultak, nagyon sokan járnak ki a gyermekeikkel, nagyon sokan járnak ki oda beszélgetni, sokan valóban a sajátjuknak tekintik is birtokba vették a belvárost, és ez azt gondolom, hogy mindannyiunk öröme. Természetes, hogyha egy ilyen nagy produkciót, ezt mondják szuperprodukciót, a Miss Saigont be tudunk mutatni három este itt a Szentháromság téren gyakorlatilag telt házzal, akkor az is segít abban, hiszen nagyon sokan jöttek vendégként a városban. Hallottuk, én magam is hallottam a helyi vállalkozásoktól, hogy egyre többen, hogyha ilyen nagy rendezvények, akkor egyre többen fogyasztanak itt a belvárosban, egyre többen mennek mondjuk fodrászhoz megcsináltatni. De tehát beindult valami a belváros fejlesztéssel, a nagy rendezvényekkel, azért a Halfőző Fesztivál is nagyon jól sikerült, nagyon sok vendéget fogadhattunk itt a nyáron, és hát nem sokára készülünk az Újbor Fesztiválra is, tehát gyakorlatilag állandóan vannak programjaink, egyre többen látogatnak el hozzánk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ehhez is hozzájárul. Vagy ezt is erősítheti ez az 1,6 milliárd forintos turisztikai fejlesztés. Gondolom, hogy most, mint hogy ugye pár ezer forintot elég könnyű elkölteni, azt ugye tapasztalhatja nap, mint az ember, de azért már ekkora összeget nem olyan könnyű elkölteni. Mikor lehet körülbelül majd elkezdeni ezt a munkát? Hát a munka folyamatosan folyik. A döntés, ugye az első körös döntés nem rég volt. Elkezdődött egy nagyon komoly munka, hiszen a mostani tudásunk szerint szeptember 17-ig terveket kell beadnunk, hogy folytatódhasson, és mi úgy tervezzük, remélem, hogy a körülmények is így ehhez segítenek minket hozzá, ugye nem minden rajtunk múlik, de mi úgy tervezzük, hogy 2014-ig ezek a fejlesztések meg is valósuljanak a városban. Értem. A polgármester úr, mint ahogy az elején is említette, néhány nap múlva megkezdődik az oktatás, az iskolában kezdődik a tanév, hát a gyerekek ennek biztos, hogy nem örülnek. A felnőttek se szerintem. Felnőttek közül is vannak néhányan, akik nem kedvelik a iskola kezdést, de önkormányzatnak kötelessége az, hogy foglalkozzon ezekkel a dolgokkal. Képviselőtestület mai ülésén ezzel kapcsolatban is döntöttek, tehát az iskola kezdés támogató segítő döntések is voltak. A közoktatási rendszerünkkel gyakorlatilag egész évben foglalkozik, április eleje óta egy rendkívüli testületi ülés, ott a folyamatosan szinte minden testületi ülésen, meg rendkívüli üléseken is szó volt közoktatási intézményekről, a közoktatási rendszerükről, és azt gondolom, hogy az elkövetkező hónapokban is szó lesz. Ennek az egyik oka, hogy az egész közoktatási köznevelési rendszer átalakul, a parlament elfogadta a köznevelési törvény módosítását, a szakképzési törvény módosítását, tehát mind olyan változások, amelyhez egyébként is igazodnunk kell. Emellett itt a Bajai Televízióban is, képviselőtestületi üléseken is, országos sajtóban is tudva lévő, hogy az önkormányzatok finanszírozása, az önkormányzatok költséget is nem a legjobb helyzetben van, hogy most nagyon finoman fogalmazunk. Itt Baján is így van ez. Tavaly óta egy intézkedési tervet próbálunk meg végre, nem próbálunk, hajtunk végre lépésről lépésre, ami azt célozza, hogy a költségvetésünket racionalizáljuk, és azokat a rendszereket, azokat az ellátadó feladatainkat pedig úgy alakítsuk át, hogy a jövőben ne termelje újra a veszteséget. Ez a másik oka, ami miatt foglalkozunk a közoktatási rendszerrel. Ugye augusztus 14-én volt egy képviselőtestület ülés, ahol megtárgyaltuk a szakértői jelentést, hiszen egy közoktatási szakértő átnézte az intézményeinket. Az ebből adódó feladatok kapcsán pedig azt a feladatot adtuk az igazgatóknak, hogy ahhoz, hogy biztonsággal elindítható legyen a tanév, a szakértői véleményben foglaltakat kezdjék el kidolgozni, és kezdjenek el egyeztetni a polgármesteri hivatal munkatársaival, hogy a mai, a 30. testület ülésen előtt döntést tudjunk hozni. Egyfolytában egyeztetések voltak, én szeretném is megköszönni az intézmény vezetőinknek, az intézmények gazdasági igazgatóiknak, azoknak, akik ebben a munkámban részt vettek, illetve a polgármesteri hivatal munkatársainak, a nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek, hogy végül is a mai napon tudtunk döntést hozni. Természetesen, mivel költségvetést is érinti ez a döntés, nem mindig kellemes döntéseket tudunk hozni, mert 20 álláshely körül meg kell, hogy szűnjön az oktatási intézményeinkben a státuszok. Ez nem ennyi embert jelent, de ennyi státuszt jelent. Tehát ez is a döntések között szerepel. Viszont
augusztus 14-én azok az elvárásaink voltak, hogy az értékeinket akármilyen nehéz a helyzet próbáljuk meg megtartani a közoktatásban. Olyan döntéseket hozzunk, hogyha létszám leépítéséről van szó, és ezek nehéz döntések, ami mégiscsak emberi, humánus döntések, tehát próbáljuk meg így megközelíteni, és ami a legfontosabb, hogy biztonsággal lehessen elindítani a tanévet, és azt gondolom, hogy ennek a kívánalomnak megfeleltünk, hiszen az értékeinket meg tudtuk tartani, kettőt említek, az úszásoktatás, a kötelező úszásoktatás ez megmarad, ugyanazok tudják végezni, akik eddig. A nemzetiségi nyelvoktatás meg tud maradni az iskolákban. A hivatal munkatársai, illetve az intézményekben dolgozók mindent elkövettek, hogy megpróbálják humánusan olyan megoldásokat találni a létszámleépítésre, amely vállalható, és hát azt is jelenthetem, hogy ezzel a mai döntéssel, tehát ezzel a munkával, amit elvégeztek a hivatalban, illetve az intézményekben, elmondható, hogy biztonsággal elindulhat a tanév. De a közoktatással kapcsolatos döntéseinknek nincsen még vége, hiszen mondom, az egész rendszer átalakul. Hogy lehet ezeket a nagyon nehéz dolgokat, ezeket hogy lehet humánusan és mégis végig határozott? Kellett nézni az intézményben pontosan, kik dolgoznak. Tehát tehát arról van szó, hogy nem a számokat nézzük csak és kizárólag, hogy megpróbáljuk az intézményben az embert is nézni. Mióta dolgozik ott, milyen családi körülmények között él, hány gyereke van, családos-e, egyedülálló-e, el tud-e menni előnyugdíjba, vagy nem tud elmenni, minden ilyen dolgot végig kellett vizsgálni. Ez egy elég bonyolult rendszer, mert ugye emellett az intézményeknek pedig el kell látniuk a feladatot, tehát különböző órákat meg kell tartaniuk, ahhoz a feltételeket, a különböző szakos tanárokat meg kell tartaniuk, tehát egy nagyon, nagyon kemény minimum, de korábban, említettem az elején, hogy korábban is foglalkoztunk már ezen, de ebben a két hétben nagyon intenzív, nagyon kemény munka volt, ezt mind-mind áttekinteni, hogy hogyan lehet elindítani a tanévet így. Volt a mai képviselőtestület ülésen egy sokkal kedvező vagy kellemesebb hírről is szó, ugye Baja gazdaságának fontos része a bajai kikötőnek a működése, ennek üzleti zárását, tulajdonképpen az üzleti évét értékelték, és ez igen jól sikerült, tehát jól teljesített a bajai kikötő. Ez ugye nem csak a Baja szempontjából fontos, hanem az egész környék szempontjából. A stratégiai cég a Bajai Országos Kikötő Működtető Társaság, amiben nem csak Baja a tulajdonos, csak tulajdonos társak vagyunk egyharmad részben. És hát közben folyamatban van a medencés kikötő kialakítása, illetve a medencés kikötőhöz kapcsolódó egyéb infrastruktúrális fejlesztések megtétele, amelyben minden nap lépünk egy kicsit előre, de ez elég nagy program, elég nagy projekt, de mindenképpen valóban örömteli, hogy a kikötő működtető társaság az jól működik. Az elmúlt egy évre egyébként az is jellemző, hogy az tavalyi intézkedési terv óta mi gyakorlatilag minden a önkormányzati cégünket átnéztük, gazdasági társaságunkat átnéztük, és megpróbáltuk racionalizálni a működésüket. Erről a mai testületülésen is szó volt, és szintén ugyanúgy, hogy a közoktatás az elmúlt időszakban is. Tehát minden forintunkat, minden fillérünket megnézzük, hogy kiadjuk-e, és ha kiadjuk, akkor azt jó helyre adjuk-e, és leginkább úgy, hogy hasznosuljon. Nincsen más lehetőségünk, mint egy családban a költségvetést. Erről beszélgettünk itt, amikor elfogadta a képviselőtestület március elején. Azóta is minden nap ez munkát ad, hogy megnézzük, hogy minden forintot hová tegyünk. Volt-e még valami olyan mai testületülésen, ami több embert érint? Volt egy másik előterjesztésünk is, ez a szociális rendelet, illetve a gyermekvédelmi rendeleteinknek a módosítása, ami megint egy nehéz ügy, nehéz döntések. Ugye ma tárgyaltunk a költségvetésünk fél éves gazdálkodásáról is, és ugye vannak képviselők, akik a testületülésen, amikor a költségvetésről tárgyalunk, akkor elmondják, hogy milyen nehéz helyzetben van a költségvetés, és jó lenne, hogyha a városvezetés sok mindent tenne azért, hogy a költségvetésünk egyensúlyban legyen. Ez jól hangzik. Ezzel kapcsolatban mi minden testületülésen legalább egy, de inkább több előterjesztést teszünk, ami ezzel éppen azért van, éppen ennek a kívánalomnak próbál eleget tenni. Az ilyen előterjesztéseknél pedig megkapjuk, hogy hát milyen embertelen módon végezzük mi a dolgunkat, és hát ez így nem lesz jó. Hát ezt a kettőt így együtt elég nehéz összerakni, de hát ellenzéki képviselőnek lenni mindig könnyebb, nyilván.
A szociális rendeletüket módosítottuk, megvizsgáltuk, hogy milyen ellátásokat adunk ki, milyen ellátásokat kell fizetni. Ugye ez egy bonyolult rendszer, hiszen van, amit az önkormányzat a szociális ellátások kapcsán saját hatáskörben dönthet, van meg, ami törvényi kötelezettség, tehát nem nagyon tudunk beleszólni. Átnéztük, és három ellátási forma tekintetében úgy döntött az előterjesztés, az szerepelt, hogy megszüntetjük az ellátási formát, ez a szociális kölcsönnél, illetve a gyermek étkeztetésnél nem az, ami jár az állam által az önkormányzatokon keresztül adott, hanem egy ilyen méltányossági, illetve a méltányossági ápolási díjat. Mert hogy egyébként a társadalomnak, meg a baji embereknek is teljesen jogos igénye, akkor, amikor kevesebb pénz van, akkor meg még inkább, hogy valóban azok kapjanak szociális ellátást, akik rászorulók, akik valóban rászorulók, nem tudják másképp megoldani. Erről szól ez a rendeletmódosítás, és az is benne van, én ezt kértem a szociális iroda munkatársaitól, hogyha ezen módosítások okán tényleg kimaradnak valakik, a számításaink szerint bizonyosan sokan nem maradnak ki olyanok, akik valóban rászorulnak. De véletlenül kimaradnának olyanok, akik valóban rászorulnak ellátásból, akkor azt a szociális iroda, az önkormányzat kezelni fogja, mert azt nem szeretnénk, sőt kifejezetten szeretnénk elkerülni, hogy valóban rászorulók ellátást ne kapjanak. Viszont meg kell nézni ezen a területen is, hogy se egyetlen forintot se adjunk ki úgy, hogy az nem a szociálisan rászorulóknak megy, és ezért is volt szükség erre a döntésre is. Ennek egyrészt mondom, költségvetési hatása is van, költségvetési oka is van, de még egyszer mondom, legalább ilyen fontos az igazságosság, azaz annak az elvárásnak megfelelni, hogy az önkormányzat, az állam is, akár az önkormányzat is olyan embereknek tudjon segíteni, akik valóban rászorulók. Polgármester úr, a város költségvetésével kapcsolatos vita során azt mondta, hogy hát igen, a város költségvetése aggodalomra ad okot, de hát ez egy folyamat, és ez nem tavaly kezdődött, és nem is tavaly előtt. Igen, egy hosszú folyamat, van egy örökség, egy eladósodási örökség, amelyet kezelnünk kell, és hát van egy olyan örökség is, amelyet folyamatosan tényleg lépésről lépésről próbálunk megnézni. Amikor több pénze van, akár egy önkormányzat is, akkor kevésbé figyel oda olyan dolgokra, amelyekre most mi odafigyelünk. És tényleg arról van szó, hogy sem a polgármesteri hivatalban, és megpróbáljuk ezt elérni az intézményeinknél is, egyetlen forintot se adjunk ki fölöslegesen. Soha még ilyen kevés papírt nem használt a polgármesteri hivatal, mint mondjuk a tavalyi meg az idejében. Nem a postával hordatjuk ki a leveleinket, hanem közmunkásokra adunk munkát, és ők hordják ki a hivatalba az értesítéseket, ezzel is spórolunk, és minden területet, most ez csak két példa volt, minden területet átnézünk, hogy fölöslegesen egyetlen forintot se adjunk ki. Na de hát egyrészt az elmúlt években hozott döntések, most csak a kormányzati döntéseket sorolom ide, amelyek nehéz helyzetbe hozták az önkormányzatot. Azok azért nem oldhatók, mert ezek akkora problémák, ahogy említette is, hogy nem tavaly kezdődtek, meg nem tavaly előtt kezdődtek, és nem is oldhatók meg egy év alatt. Tehát az idei év az arról szól, hogy a gazdasági társaságainkat átnézzük és racionalizáljuk, hogy az intézményrendszerünket átnézzük, hogy minden területét az önkormányzatnak, az önkormányzati feladatellátásnak átnézzük, hogy jövőre ne termeljék újra a hiányt. És még akkor is előttünk lesz egy nagy adósság halmaz, amit kezelni kell. De mégiscsak azt gondolom, hogy mi nem csak azért vagyunk felelősök, hogy a mai testületi ülésen a megfelelő rendeleteket meghozzuk, a megfelelő döntéseket meghozzuk, mi azért is felelősek vagyunk, hogy ebben a városban 4-5 év múlva is biztonsággal elindulhasson a tanév az iskolákban, hogy ebben a városban az éppen aktuális képviselőtestület 4-5 év múlva legyen mozgástere, hogy megfelelő költségvetést tudjon meghozni, és hogy akkor is akadjon olyan mozgás, hogy a saját elképzeléseiket tudják a városlakók meghozatni. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak a mának tartozunk felelősséggel, hanem a jövőnek is felelősséggel tartozunk, és ha nem is látszik a tavalyi munkánknak, vagy az idei munkánknak azonnal az eredménye, én azt gondolom, hogy reményeim szerint a nem túl távoli jövőben szembesülni fogunk azzal, hogy megérte ez a sok idézőjelben kínlódás, mert ez napi kínlódás jelent minden forintot,
minden számlát, minden feladatot átnézni. Én azt remélem, hogy nem olyan sokára azt fogjuk mondani, hogy megérte ez a munka, mert egy olyan önkormányzat működik majd, amely valóban partnere lehet a bajai polgároknak, ahol érzik, hogy valóban törődnek velük, és megoldják a problémákat, és nem utolsó sorban, amely úgy tudja ellátni a feladatait, hogy biztonsággal ellátja, mégis annyit költ csak rá, amennyit kell. Ez a munkának a végcélja. Kértem. Nyilván a költségvetésről fogunk még jó néhányszor beszélni, a város költségvetéséről. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy tájékoztatta a Bajai Televízió nézőit. Kedves nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmet. Köszönöm az érdeklődést.